Barát Eppel. Még egyel tovább. Gólhelyzet. Még egyel tovább. És ott a ötödik. És ez azt jelenti, hogy 5-2 lesz a vége a mérkőzésnek. Még egyet Costa a végén lő. És ez azt jelenti, hogy ő 3 góllal fejezi be ezt a mérkőzést. Míg Eppel 2-vel. A hosszabbítás második percében Costa még rúg egy gólt. És hogyha valaki ránéz az eredményre, azt mondja, hogy 5-2, de bizony azért 3-2-nél voltak nagyon komoly pillanatok, amikor közel állt a Debrecen akár az egyenlítéshez is. Összességében azonban azt gondolom, hogy maximálisan megérdemelten győzött a Honvéd. Hozták a kötelezőt egy nagyon nehéz mérkőzésen. És bár magukra engedték a Debrecent, de azért a végén még Eppel és Costa betalált, így nem kérdés, hogy a jobb csapat győzött. Már az első félidő alapján eleve az volt a meglepetés, hogy föl tudott állni a padlóról a Debrecen, és a 3-0-ból tudott egy 3-2-t csinálni.